Én valamikor ott laktam majdnem az Országház mellett, a Személynök utca, akkor Balassi Bálint utca volt, Balassi Bálint és a Marka utca sarkán. Hát azt mondtam, hogy vasárnap ráérek, megyek moziba. Hova menjek? A Sziklába. Mert az ott van egy villamos megállóra. Elmentem a Sziklába, nem kaptam jegyet. Na akkor hova menjek? Akkor mentem a Művészbe. Nem kaptam jegyet. Akkor mentem a Mátrába. Vagyis 4-5 moziba el kellett menni, és a végén az ötödikbe kaptam jegyet. Akkor már mindegy volt, hogy mit játszanak, csak már végre van egy rohadt jegy, hogy mehetek a moziba. Buzzer took a monkey for a ride in the air. The monkey thought that everything was on the square. The buzzer tried to throw the monkey off of his back, but the monkey grabbed his neck and said, "Now listen, Jack. Straighten up and fly right. Straighten up and fly right. Straighten up and fly right. Cool down, Papa, don't you blow your top. Ain't no use in diving. What's the use of jiving? Straighten up and fly right. Cool down, Papa, don't you blow your top." The buzzer told the monkey, "You are choking me. Release your hold and I will set you free." The monkey looked the buzzer right dead in the eye and said, "Your story is so touching, but it sounds just like a lie. Straighten up and fly right. Straighten up and stay right. Straighten up and fly right." A nagymamámhoz leadt a fadura, Ferkátára, nyaranta. Ott a rokonaim működtették a mozit, a falu moziát, ami azt jelenti, hogy szerdán és szombaton volt előadás, és akkor hát az nekem fantasztikus volt, hogy a gépházból nézhettem a filmeket, és segítettem tekercselni. Ekkor is voltam 4-5 éves, meg aztán később addig, amíg értelemszerűen ez a mozi is meg nem szűnt, mint ahogy minden mozi megszűnt lassan. És akkor emlékszem, hogy valami két fény nyalábot kellett figyelni, hogy az egymáshoz való távolságukat, mert hogyha az nem volt megfelelő, akkor életlenné vált a kép. Meg értelemszerűen elszakadt a film, és akkor fütyültek, meg üvöltöztek, és akkor meg kellett ragasztani, és akkor talán még attól is kellett félni, hogy meg ne gyulladjon a nyersanyag. Úgyhogy ezek az első ilyen valós, ilyen tornatór és mozi élményeim kifejezetten vannak. Még amikor elindítottuk a filmvilágba a kult film rovatunkat, akkor azt a mottót találtam ki hozzá, hogy a kultfilm az, amit nem láttál elégszer. És tényleg azt gondolom, hogy ez így van, tehát amit újra és újra meg tudsz nézni, és mondjuk a Fellinitől az Édes Élet, a 8,5, vagy akár az Amarcord, azok mind ilyen filmek, és még mondhatnék tőle egy csomó mást is persze, de ezek mindenképpen oda tartoznak, amit időről időre az ember elővesz, megnéz, és azért, hogyha élvezi, mondjuk 10 év múltán is, az azért jelent valamit. Orcsa che patacca. Abszolút emlékszem, hát hogy ne emlékeznek. A Pszichó első, az első nagy mozi élmény volt a Pszichó, az a gimnázium második osztálya volt, az 73, ugye ez sokkal régebbi a Pszichó, majdnem 15 éve korábban keletkezik a film, de Magyarországra akkor jut be. És hát van a Pszichó egy zseniális, mert a Hitchcock készít hozzá egy előzetest. A Pszichó is nagy mozi élmény, de maga az előzetes is nagy mozi élmény. Tehát hogy ő levetít egy filmet, amiben végigjárja a filmnek a helyszíneit, és mindig mond valamit, hogy bemegy például a fürdőszobába, ahol ugye az azóta filmtörténeti klasszikussá vált zseniális zuhanyjelenet zajlik, tehát egy gyilkossági minta, filmes minta vágási és strukturálisan egy ilyen klasszikus,
És akkor azt mondja, hogy hát igen, hát az a, szóval itt már mindent rendbe raktak, de hát itt azért minden csupa vér volt, na de majd meglátjuk a filmbe, és így tovább, és minden helyszínre bemegy, és mindig ránk bízza valamit, tehát a suspense, ugye? A suspense mestere, hogy egy kicsit beavat engem a majdan, a filmtörténetbe, de persze nem mondja meg, hogy mi a titok. Abban az időben ez komolyan volt véve, hogy 18 éven fölülieknek nem, és akkor ilyen cerberusok voltak a jegyszerűnénék, kék gúnyába és kivágott orrú, kivágott sarkú ilyen mamuscipőben, hogy jól tudjanak állni, és figyelték, hogy te fiam 16-14 éves izé, és akkor azok ki lettek emelve, hiába volt jegyem, nem mehetek be. És tudom, hogy két héten keresztül készültünk arra, hogy másodikos gimnazistaként hogy fogjuk magunkról elhitetni, mert 18 évesek vagyunk, ilyen ugye szalagavató, tehát azokat fölvartjuk magunkra, és nem tudom, és akkor bementünk, és akkor rettegtünk, hogy mikor alszik már le végre a lámpa, hogy nehogy kiemeljenek minket, és valamikor valahol a 8. sorból, vagy a 7. sor szélről néztem, tehát elég közel a vászonhoz a Hitchcock féle, hát akkor nagyon horrorisztikus, és tulajdonképpen az agresszióját tekintve Magyarországon szokatlan erősségű filmet, ami hát eléggé knockoutolta az embert. Mrs. Bates! Akkor, amikor egy gyerek voltam, akkor jött be a cápa. És akkor azt megnéztem, azt hiszem, 7-szer vagy 8-szor. Tehát bármilyen, amikor el tudtam menni, akkor megnéztem. Na, pontosan tudtam, hogy mikor jön ki a cápa a víz alól, meg minden, de nagyon, engem valahogy nagyon foglalkoztatott. De ezek már azok a mozirények, amikor tudtam, hogy filmes leszek. 73-ban, 72-ben, 73-ban jelent meg az Antoniunnak a Zabriskie Point című filmje, és akkor volt egy tanárnő, aki orosz tanított, és ezt a filmet mi osztályszinten néztük meg, tehát együtt. És másnap volt egy orosz óra, és valahogy ő ezt megtudta, hogy mi ezt a filmet megnéztük, és az egész órát magyarul természetesen annak szentelte, hogy erről a filmről mi beszélgessünk. Elképzelni, amit a moziban nem lehet megvalósítani. Kérdés, hogy hova ülsz, tehát ugye előre ülsz, vagy hátra ülsz, ez attól függ, hogy úgy szabályozod be a mozi, a filmhez való viszonyodat egyébként, vagy pedig a barátnőhöz való viszonyodat. Ez attól függ, hogyha nagyon a barátnőhöz való viszonyodat döntő, akkor hátsó sorba ülsz, hogyha nagyon a filmhez, akkor esetleg közelebb ülsz, hogy minél inkább benne legyél a filmben. Tehát csókolózni hátra ül az ember, filmet nézni meg kicsit előrébb. Ain't no use in diving. What's the use of jiving? Straighten up and fly right. Alapjában véve a mozi az mindig egyfajta közösségi tér volt. Tehát most is megvan az a funkció, hogy egy picit, legalábbis akik járnak, én így vagyok vele, egy picit ünneplőbe öltöztetjük a lelkünket, elmegyünk, kimozdulunk otthonról, és leülünk a sötét vászonba közösen azokkal az emberekkel. És nagyban, ugye a vászon mágiája, a hófér vászon csillogása ugye a kópia által megvetítve, és ott nézzük ezt a filmet, mint egy szentélyben. Tehát ma azt mondod, hogy moziban mész meg, nem tudom. A régi nyelv, ez nagyon szép, hogy a magyar azt mondja, hogy filmszínház. És mondjuk ezek a klasszikus városi mozik, legalábbis a kecskeméti városi mozi, az olyan volt, mint egy kicsinyített vígszínház. Tehát földszinti zárt páholyokkal, háromosztatú földszinti nézőtérrel, közép és jobb és bal oldal kicsinyített, pont mint a Víg Színház, vagy mint a Kecskeméti Színház, tehát egyfajta ilyen klasszikus színházi aurát adott, és akkor annak a, hogy mondjam, ma már csak a színháznak van ez a tekintélye, talán azért is, hogy az aura őrzi ezt, hogy az emberek oda mennek. A mozi az most már egy ilyen, tehát sokkal inkább, hogy mondjam, tehát közönségesebb helyé vált ilyen módon. És ennek megfelelően ezek a külsőségei, ezek így eltűntek, és már nem filmszínházról beszélünk. Klasszikus mozi, ugye az a vászon plusz a tömegélmény, hogy nem egyedül nézem. Tehát ez a kettő, azt gondolom, az, ami a mozit jelenti. Az embernek behúzza a szemét, vagy nem tudom, tehát hogy így a
így a világodat lehatárol jobbról-balról, akkor a vászon, hogyha előre nézel, akkor csak képet látsz. A mozi a vászon, tehát ott él, ott a legvalósabb a film, és azért a különbség nagyon, nagyon erőteljesen látszik. Hiába vannak mozirendszerek, házi mozirendszerek, még mindig a mozi a nyerő, és a szemcsizett kép meg a roncsolt kópia az verhetetlen számomra. Straighten up and fly right. Straighten up and fly right. Straighten up and fly right. Cool down, papa, don't you blow your top. Ain't no use in diving. Voltak ilyen úgynevezett vándormozik, ami azt jelentette, hogy volt egy kis valami rozog autó, be a áramfejlesztőt, meg a 16-os mozigépet, meg a filmet, és mentek ki ilyen falusi kultúrházakba, ahol még áram se volt. És akkor úgy csinálták áramfejlesztőt. Ezt hívták anno vándormozinak. Emlékszem azokra a kertmozis vetítésekre, amikre nyaranta jártunk a családdal, és ez nagyon érdekes volt, mert lehetett egyet venni a kertmoziban, meg lehetett Tarács mellett két oldalt állni, és valamilyen nézhető szögből nézni a filmet, és aztán nagyon irigykedtem azokra, akik meg a balkonról nézték, ilyen lakótelepi balkonokról nézték a filmeket, és így az egész kicsit olyan volt, mint egy ilyen Shakespeare-i színház. Filmet választottál, jegyet vettél, oda mentél, tehát az igazi szertartás ugye így épült föl. Ha nem kaptál jegyet, ugye még a jegyüzérektől esetleg 5-szörös áron, 10-szörös áron. Szápára is volt ilyen, emlékszem, Corvin moziba elfogyott a jegy, és a jegyüzértől kellett venni, ez egy külön szakma volt. És akkor az ember be tudott jutni az első sorba a Corvin mozi közepére, és nézi a filmet. És akkor még gong, vörös, függöny. Ha beülök egy moziba, akkor a mozinak van egy varázsa. Tehát ott sötét van, igazából nincs semmi olyan zavaró tényező, mit most idézőjelben mondom, mert természetesen sok néző az tud okozni kisebb befogadás zavaró momentumot. Je donne mon anniversaire. Quand j'ai dit maintenant j'embrasse tout le monde, c'était pour t'embrasser toi, tu sais. Feliratos, bazd meg. Tehát ez a, és akkor ezzel úgy nagyon nem tudsz mit kezdeni. Vagy volt egy ismerősöm, aki a nővéremnek a barátja volt, és elmentünk gyakran moziba. Ő például akárki volt a környezetében, úgy kezdte, hogy azonnal lecseszte a környezetét. Tehát beült a popcorn, beült a moziba, és azt mondta, hogy ne dumáljatok, légy szíves, jó? És akkor ott csönd volt egy ilyen 20 percig, és azért így jól megalapozta a dolgot. De lehet, hogy itt nem volt senki, de semmi oka nem volt, de így kezdte el. Szóval nagyon ordinári módon röhögök a moziba, és ez úgy a sötétbe szokott kijönni, és én ezt baromira élvezem. Tehát nekem az ismerőseim tudják, hogy ott vagyok egy moziteremben, vagy nem vagyok ott, mert általában a nevetésemről már megismernek. Nem vagyok annyira nevetős típus, de valahogy a moziban mindig ez történik velem, hogy én nevetek a leghangosabban, és csomószor előfordul az, hogy az emberek már azon nevetnek, hogy én hogy nevetek. Meg néha ez bántó is számukra, tehát így rám szoktak gyakran szólni, hogy képzelem ezt, és akkor visszaszólok, vagy nem tudom, történik valami, vagy nem szólok semmit, és akkor ugyanúgy nevetek tovább. Persze jó, hogyha közönség együtt kaptad, de mondjuk engem zavart, mert én mindig egy ilyen spétes röhögő vagyok, tehát leröhögi a mozi, és akkor nyeritek föl én. A mozi úgy próbálja önmagát behozni az egész világon, hogy eseményt próbál magából csinálni. Ennek legegyszerűbb módja a filmfesztivál, vagy a filmhetek, vagy a mit tudom én milyen tematika alapján való egymás mellé rendeződés. Jó, hogyha van egy fogadás is, jó, ha van díj, jó, hogyha vannak sztárok, jó, hogyha van egy kis felhajtás külötte. Kell hozzá sajnos. Pécset voltam, közönségtalálkozón, és tele volt a mozi, és arra gondoltam, hogy addig, amíg diákok magyar filmre ennyien eljönnek, lépcsőkön is ültek, és egy nagyon jó beszélgetés volt.
addig nincsen baj. A moziknak kulturális központtá kell átalakulniuk. A fontos az, hogy megmaradjon a közösségi élmény. Mindenki válassza meg, hogy szeret filmet nézni. Az irodalom attól nem halt meg, hogy elkezdtünk e-mailezni, meg SMS-ezni. Tehát az ugyanúgy él. Valaki könyvben szeret elolvasni, valaki meg most már csak digitálisan olvas ilyen e-könyvekben. Ugyanez van a filmben is. The monkey thought that everything was on the square. The buzzer tried to throw the monkey off his back. But the monkey grabbed his neck and said, now listen Jack. Straighten up and fly right. Straighten up and fly right. Straighten up and fly right. Cool down, Papa, don't you blow your top. Ain't no use in diving. What's the use of jiving? Straighten up and fly right. Cool down, Papa, don't you blow your top. Édes gyerekem, te most el akarsz menni mozigépésznek? Mondom, ez olyan, mintha én most el akarnák menni böléi vadásznak. Én lehetnék böléi vadász, de hol a böléi? Straighten up and fly right. Straighten up and stay right. Straighten up and fly right. Cool down, Papa, don't you blow your top. Most már bárki kihúz egy vásznat és vetít, tehát ez egyébként ez meg csodálatos.